Hát, hogy aludkálunk majd egyet. Aludjuk át itt az éjszakát. Hiszen a francokért várnék itt. Illetve a francokért beszakodnék itt reggel, illetve éjszaka. Ó, oh, Wasteland Survival Guide. Szenszar, haver, ezt még a Lone Wanderer írta a Fallout 3-ban. Moira Brown-nak a társaságában. Mondtam én, hogy ez egy olyan hely, ahol tuti van egy kupak. Ismerem nem ezt a játékot. És ez most jelen nem utána a nézés alapján volt, hanem csak tippeltem. Ez pont egy olyan helynek tűnt. Akkor most már 41 van? 41, baby. Nesquik Mountain Crater. Kíváncsi vetettem. Csekkoljuk le, hogyha már... így belemélyedtünk a kutatásokba. Nem igaz? Meg ha már el akarom érni az 50-es szintet majd. És úgy akarok véget vetni ennek a csúdió sorozatnak. Persze, hogyha a játék véget érem az 50-es szintet, akkor nem ez lesz a finálé, hogy újra elért az 50-es szintet, nem viszem még a játékot. Hanem akkor a játéknak a rendes befejezésével fogom. Mert is a játéknak a rendes befejezésével fogom, mert a játék vége után nem lehet járkálni a pusztákat. Sajnos akkor vége van a játéknak. Ez így működik. Ilyen az élet, haver. Ez a hely kurva borzalmasnak tűnik. Ez a hely is ilyen borzalmasnak tűnik. A csávokánk meghalnott végre? Nem. Reaper, itt annyira nem durvák, mint a Fallout 3-ban, bár nem mutattam be nektek, hogy mennyire durvák, mert ugyebár folyton a maszk volt rajtam, ghoul maszk. De azért mégis csak akarok baszakodni velük túlságosan. Na. Részletett fejlővésem. Erre a helyre nem is emlékeztem, de ez is egy olyan hely, ahol tudja, hogy van a kupak. Szerintem egyre durvább a radioaktivitás. Szóval red... Redex... Caution... Ennyit erről. A vízben nem merek bemászni, de sajnos át fogok kitúszni, szóval... Germanimo! Kirejt. Nesquik Mountain Crater. Mountains Crater. Volt nem valami értékes loot, barátom. Ó, oh, kupakok. Király. Milyen borzalmak lehettek itt. Teddy Maci. Francokat keresne egy Teddy Maci? Idióta Google, mit kezdett egy Teddy Macival? Oké, én félek. Hell's Motel. Hát ez kurva jól hangzik. Hello? Random robot. Aki megölte a gazdáját, ahogy látom. Hell's Motel. Briefcase, egy Iron-nal. Hát haver, ez a Doctor's Bag. Fúj, haver! Jó. Az ki a franc innen még? Én csak a csillagos kupakokért jöttem, ami biztos, hogy van erre felém. Ismerem ám a fajtátokat, tudod, hogy van nálatok. Na, majd egy porszívó, legalább tisztán tartották a helyet. Mi a robotja végzett vele? Kabinetben valami. Kíváncsiak, hogy vajon hány bobbypinem lehet. Viszont ahogy láttam, ezen a helyen nincsen semmi. Tévedtem. Ezen a helyen nincsenek kupakok, ha csak itt nincs. Itt van a kupak. Mindenhol van kupak. Még vagyok szinte minden lokáción található egy kupak. Ezeket a vizeket én nem szívesen innen meg. A sörike az nem volt ilyen vészes, de ezt amúgy sem fogyasztok a játékban. Már nevezetek puncinak, de a valóságban sem szeretem. Különösebben. Cannon Wreckage. Ott kezdődik az egyik DLC. Lone Wolf Radio, Gusping, Scave és The Devil's Galette. Ezek a helyek nem tetszenek nekem.
No, Morningstar Cavern. Cavern, pontosan ez úgy kell kéteni. Nem is tudom. Mojave Drive-in. Mi is az a Mojave Drive-in? Nem emlékszem arra helyre. Bradley's Shack. Ott is tudja, vannak ilyen kupakok. Szinte biztos vagyok benne a Mojave Drive-inre, meg nem is emlékszem, hogy hogy fest. Mi ez a hely? Á, itt van a izé, itt kezdődik egy másik DLC. Hát ezzel most nem fogunk baszakodni. Pedig szép kék kis foszforeszke. Oké, szép munka. Hosszoljunk most. Még mindig lőnek ezek valami? Mit láttok? Gekkok! Gyilkos gekkok a jövőből. Haver, meg egy baby morret. Szopjon ki. Hát kéne egy gyilkos gekkokra akarok lőni a jövőből. Na. Gyilkos gekkok 2. Még gyilkosabbak, még jobban a jövőből. Kis szardarab. Meghalnál végre. Köszönöm. Igen, van. Itt ott van még egy. És arra is van még egy ellenség valahol. Te ki a faszom vagy? Jackal Gang Leader. Egy halott Jackal Gang Leader. Leader. Jó érzés megint OP-ként járni a pusztákat. Nem igaz? Jobb, mint azon a szaros Deadman-in, mint az egy Sierra Madre-nek a területén járkálni. Kiszolgáltatva a szellememreknek. Ghost people. Rohadékok. Mélysebet ejtettek bennem, lelkileg. Itt meg nincsen senki, ellenség legalábbis. Néha tesztelni kell. Nehogy a Morningstar Cavern legyen az, ami tele van halálkarmokkal. Elég kínos lenne. Ó, oh, hello barátom. Ha! Ti meg hova rohantok? Miért hagynak itt engem a barátaim? Itt vagyok. Hova futnak ezek? Ó, oh, most már itt vagy. És egyit sem még. Rex, véged a... Jó fiú. Azért lootoljuk ki őket, mert azért a töltény az fogyóeszköz. Hát ha találunk valami értékeset nálunk, de nem, ezek mind izékkel jönnek fel, én vágóeszközökkel, meg ütőeszközökkel. Tiszta gáz, nem tudom mit kezdenek ezek magukról. Én meg itt a 34-es szintű izé itt járkál, és elintéz mindenkit. Ezt jól megmondtam. Na. Remove it. Bradley's Shack. Hello Bradley. Ó, oh, egy csapda. Azt hittet, hogy bedőlök ennek. Bradley, korábban kell kelned ahhoz, hogy én ezt bevegyem. Remélhetőleg volt kupakod. Ah, tudja, hogy volt kupakod. De szép, hogy volt kupakja. Mondom, szinte minden lokáción vannak itt kupakok. És egy nagyon könnyű gyógyszeres szekrénye is volt, biztos a jettel, meg egyéb ilyen drogokkal. Ezek mind ilyen drogfüggők. Ja, ez pont ilyen. Aludni még mindig nem kell, mert nem tudtak nekem túl sok sérülést ejteni. Vagy rajtam, vagy hogy szokták ezt mondani. Itt van egy barlangbejárat is, nem? Vagy ez nem egy barlang? Ja nem, ez Bradley's Shack. Caesar's Legion Safe House. Csekkoljuk le. Ahhoz még kaptam egy kulcsot korábban, lehet, hogy biztos kaptam? Ahhoz nem biztos, hogy kaptam. Szerintem ahhoz nem kaptam. Az NCR-tal kaptam, meg a Brotherhood of Steel-tal kaptam. A Caesar's Legion soha nem szeretett engem annyira. Aztán le is mészároltam őket, emiatt, hogy azzal járt, hogy amúgy is elvették volna a kulcsomat. Ki tudja. Bighorn-nál revadász meg? Te fejletét volt, hogy szét kellene durrantani.
bánom is, hogy mi lesz a sorsod. Edd meg a húsát, aztán cseh. Azért jött el, nem? De azért még szépen tudom a fejét, hogy csak ilyen sok XP-ért. Megérte ebbe a perkbe belefektetni, hogy minden nagyobb szintű vagyok, annál több XP-t kapok, annál nagyobb a szorzója az XP-t utasomnak. Totál megértem. Na. Arra számítottam, hogy itt valaki várni fog rám, és totál ki akar majd csinálni. Kell egy kulcs. Az meg ott nem tudom melyik környék. Old Nuclear Test Site. Move it. Csekkoljuk le, kíváncsi vagyok, hogy mi lehet ez az Old Nuclear Test Site. Csak nem nukleáris atombombákat teszteltek itt Las Vegas közelében. Á, tudni nem. A Nuclear Test Site azt tudja, hogy nem az. Amíg napszemcsik is vannak. Tegyük el. Tetőmelőbbek, mint amik nekem vannak. Authority. Glasses. Nem is tudom. Ez hogy néz ki, ami most van rajtam? Nem olyan az. És ez? Ez sokkal menőbb, baby. Tiszta swag. Na, szereljük bele azt a napszemcsét. Ennyit erről, haver. Ennek a faszlopónak meg miért nem dobhatom el a sapóját? Ezt még be tudom szerelni? Már nem. Akkor nem is viszem magamban. És menjünk bejebb, hiszen tudja, hogy nem veszélyes bemenni egy ilyen nuclear test site-ra. Hiszen tudja, hogy nem fog így járni, mint ez a ghoul. Na, én durancsuk szét a fejét. Éjjjj! You gained karma. Ó, basszák, ott azért több is van. Mint amire számítottam. Közben itt a glowing van a közelembe jött, onnan tudtam, hogy elkezdett sugározni a radioaktivitást. Faszfej. De a kutyán megeszi, nem kell felni. Mindig csak egyet akár, nem fel. Anyád mennyien vannak. Erre nem szentettem. Erre nem szentettem, elő az alasok lennem. Anyád, ezek honnan jönnek még? Mennyien vannak? Mi a fanem? Mi a franc, haver? Erre nem szentettem, erről nem baszom. Mindenhonnan jönnek, ezt tudja, hogy balaszkodt el. Hát, vagy csak legújul. Nem tudom. Hú, baszki, baszki ez. Szent szar, ez mi volt? Mindenhol ott voltak. Dogbit nem kell nekem. Hydra, miért is nem? Hail Hydra, human flesh, fúj. Szent szar, a kutyám felkelhetne. Ez kibaszott durva vagy. Azt se tudtam, mi a fasz van. Csak úgy özönlöttek mindenhonnan a gúlok. Rothadó népség.